Üdvözöllek benneteket, itt vagyunk újra a napi dübörgéssel, immáron 13-adjára. Gondolom, észrevettétek, hogy a vasárnapra esetlegesre ígért részt nem tudtam megcsinálni. Mentségül két ok szolgáljon. Egyrésztről egész délután nem voltam mikrofonképes időlt makacs csuklásom miatt, a másik ok pedig az, hogy a csatornának a Facebookos megtámogatásán dolgoztam, ami immáron köszönjük szépen, jó van, fogyasszátok, egészséggel ajánlom figyelmetekbe, címe pedig facebook.com/hunlander. A csatornával kapcsolatos aktuális infók természetesen innentől kezdve ide fognak felkerülni. Amikor ti egyébként ezt a videót látjátok, szerda van, a hétnek a fele eltelt, de most, mikor ezt én vasárnap készítem, holnap már hétfő lesz, és hát egy nagyon-nagyon szomorú nappal fog természetesen kezdeni a hetet, hiszen a hétfő az sosem vidám. A meccset pedig egy VK30-01H-val kezdem. Ennek a résznek egyébként a sajátossága lesz, hogy ezúton is szeretnék magamnak gratulálni. Nem kapcsoltam be a hangfelvételt, miközben vettem fel a meccset, úgyhogy most ezt így utólag fogom lekommentálni. Tehát a harckocsim, amit már említettem, VK30-01H, a pálya pedig az Arctic Region nevezetű pálya. Itt, ahogy láthatjátok, éppen azt mutatom, hogy egy kis csapattal megindulunk, és a C1-es szektor mellett található dombot próbáljuk megvédeni, illetve ezt a kanyart próbáljuk, hát mondjuk úgy, hogy bekempelni. Aztán majd meglátjuk, hogy mi alakul ki belőle, hová fajulnak a helyzetek. Ugyebár jön velünk egy nehéz tank, egy pár közepes tank, illetve egy páncéltörő ágyú. Nem sokára oda is érünk egyébként. Rendhagyó módon most tényleg a nehéz tankommal nyomultam. A közepes éppen szervizben van, és hát a nehéz tankot gondoltam sorra kerítem, jöjjön egy kis tapasztalat erre is, illetve jöjjön a pénz is. Azt hiszem a legutóbbi rész óta csak egy csövet vettem rá, mivel egy kicsit jobb lett az átütőképességem. A Csino harckocsizó társ pedig úgy gondolta, hogy megindul felderíteni, kimozdulunk a pozícióból, meg is látta a T-34-eset, és remek módon átlőttem az alváza és a föld között a harckocsinak. Közben megjelent a háttérben egy hetzer, aki azt gondolta, hogy jó hetz lesz oda a domnak a tetejébe behúzódni, de hát megjárta. Az a 270-es sebzés a végén elég rendesen betett neki. És a T-34-es az meg is indult elmenekülni a társaihoz, a térképnek a délkeleti csücskébe oda egy kis erősítést vinni, mi pedig megindultunk, hogy az így védtelenné vált a harckocsit utolérjük és ki tudjuk lőni. Itt pedig mutatom éppen, hogy remélhetőleg a darálóban, tehát a délkeleten, a délkeleti területnek a déli felét meg tudják fogni a mi egységeink, és hogyha megnézitek, azt a területet északról megkerülő közepes harckocsi, illetve páncéltörő ágyú körbe tudja ellenséges egységeket fogni, és ezáltal egyfajta harapófogóban meg is tudja őket semmisíteni. Ebben a pillanatban azonban meg is jelenik a T-34-es, rálövök egyet, azonban ez a lövedék sajnos nem talált. Amíg tölt az ágyú, próbálom bemérni a mozgási sebességét, lövök egyet vaktába, azonban nem tudom igazából, hogy mi lett az eredmény, az biztos, hogy 15%-kal jelent meg, rácélzott, de túl lassan szűkült össze az ágyú, túl kicsi lett volna az esély arra, hogy eltaláljam, és hát így ennek megfelelően előlem ki is lőtte valaki más, aki jobb pozícióban, illetve közelebb volt. Ekkor úgy gondolom most, hogy 8-3, tehát mi lőttünk ki 8-at, ők lőttek ki közülünk 3-at, sima győzelem lesz a menet. Éppen azt mutatom, hogy jó lenne, hogy odaérnénk ahhoz a területhez, azonban nehéz tank létemre, hát eléggé bánszorokba fog ez megtörténni, hiszen nagyon lassan haladunk, 30-szal döcögünk végig a pályán. Azonban, hogyha a térképet figyelitek, akkor láthatjátok, hogy a délkeleti részen található, délkeleti területnek az északi részén található nehéz tank, lelövöm a poént, igen, az egy KV-1-es, elég jelentős mértékben pufogtatja ki a mi csapattársainkat, most tart a harmadik kilövésénél, és aki az északi területnek a erősítésére sietett, az a 6%-on levő harckocsi ebben a pillanatban meg is semmisült, és így a KV-1-es, akinek 16% élete van, immáron 4 kilövésnél tart. Felcsillan a remény, hogy nézd már, lehet, hogy oda tudok érni, és még szerep is jött nekem ehhez a csatában, talán még kilövésem is lesz. Remélhetőleg, ahogy mutatom is, azt a nehézet, illetve a közepes tankot nem fogják azelőtt megsemmisíteni, mielőtt én a kis csapatommal a hátam mögött északról bezárjuk a dugót, és ismételten harapófogóba szorítjuk az ellenséget. És hogyha megnézitek, megjelent az AT2-es 2% élettel, természetesen ilyenkor mindenki szemében felcsillan a remény, hogy ó, el
lehet lopni valaki elől a találatot. Ő is nézzük, hogy sikerül-e szűkül az ágyú, és meg is van, hihetetlen mennyiségű ötös sebzés leosztottam neki. Itt pedig rálőttem a KV1-es, sajnos nem lőttem rá. Majd megbeszéltük, hogy ez csak vicc volt, nem fogom megsemmisíteni, de aztán a végén rájött, hogy a vicc is csak egy vicc volt, és meg is megsemmisült. 57% élettel egy Churchill 1-es maradt, akire természetesen a képernyő jobb oldalából érkező nehéz, illetve közepes harckocsis osztása már rá is vetik magukat. Én is akcióba lendülök, hiszen hogyha már kettőt elloptunk és lopás volt, akkor már legyen az a lopás nagyon nagy is, vigyünk már haza nagy zsákmányt. Belokkolom a Churchill-t, rálövök és 232-es sebzéssel megsemmisítem, és egy hajszál híján a csihét el is ütöttem. Na, hát akkor nézzük az eredményt. Természetesen ugyebár győztes csata, 2968 tapasztalati pontot, illetve majdnem 13.000 kreditet sikerült összeszedni. Átütéseim száma 5, a kilövéseim száma pedig 3. Hát lopás, de hát akkor is bezártam azt a dugót, megkaptuk a jutalmat érte. Tehát ugyebár a történtek, akkor nézzük röviden. A csata elején egy kisebb, de annál ütőképesebb csoporttal megindultunk északra, amíg a csapatnak a fő ereje a délkeleti szektorban nyomult. Az ellenség ugye minden erejét ide csoportosította, még velünk szemben, hál' Istennek, csupán 2 darab egység jött, és hát őket kilőve sikeresen bezártuk azt az ollót, ami ugye a pályának a délkeleti részén nyitva volt. Ahogy már mondtam, nehéz tank létemre a pályának a 3/4-ét be kellett gyalogolnom, ahhoz, hogy a meccs végén az addigra legyengült ellenségből sikeresen be tudjuk gyűjteni 3 skalpot. Úgyhogy ennyi volt a rész, és ahogy mindig most is ajánlom új nézőim figyelmébe az előző részeket és az egész sorozatot, hogy emlékeztesselek benneteket ismét a folyamatosan frissülő Facebook oldalra. Fontos, hogyha tetszik, akkor legyetek szívesek és osszátok meg másokkal is, ez sokat segítene. És akkor találkozunk legközelebb 18-án szombaton. Remélem, ekkora már túl leszek minden vizsgámon, és hát ezt a témát már nem is hozom nektek többet szóba, és ahogy ígértem az előző részben, kezdődhet egy komolyabb offenzíva. Köszönöm a figyelmeteket, Hunlander voltam. Sziasztok!